Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió hírműsorát, a hírös híreket látják 19 órakor. Már is mutatjuk képes tartalomjegyzékünket. Buszmegállóba sodródott egy kisbusz Nyársapártnál, a balesetben két ember meghalt. Akik bátrak és hősök voltak címmel rendeztek tudományos konferenciát ma a Híros Agórában. Jól vizsgáztak a tanárok és a diákok a tanév első hetén, a Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatója Ignác Bence szerint. Egy fiatal anya és iskolás gyermeke halt meg Nyársapátnál abban a balesetben, melyben egy kisbusz csapódott egy buszmegállóba ma reggel. A becsapódáskor 8 ember várakozott a helyszínen, közülük csak ketten úszták meg karcolás nélkül a tragikus balesetet. Kék fólia sátorral takarták el a holttesteket a 411-es számú főúton. Nyársapát közelében történt a tragédia ma reggel. Az egyik megállóban 8 ember várakozott, amikor egy Szeglét felől érkező mikrobusz felett elvesztette uralmát a sofőr. Eddig nem lehet tudni, hogy miért, de a mikrobusz hirtelen letért az útról, és elsodorta a buszmegállóban várakozókat, összesen 6 embert. A balesetben egy 25 éves nő és 9 éves kisfia vesztette életét. Akkora volt a becsapódás ereje, hogy az egyik elhunyt közel 10 métert repült a közeli füves területre. Beszéltem az édesapával, aki elmondta, hogy két gyermeküket kísérte ki felesége, éppen iskolába indultak volna. Másik gyermeküket súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Az édesapának a szomszéd szólt, hogy nagy a baj. A férfi odarohant a helyszínre, és keresni kezdte feleségét, valamint két gyermekét. Szólítottam a gyerekeket, nem válaszoltak. A legkisebbik fiam, az kiáltotta, apuka, apuka, amikor odafutottam, láttam, mondjuk rá, hogy ő tudott beszélni, meg minden. Kerestem az anyukát, meg kikísírta őket a hogy direkt ezért, hogy ne legyen baleset, nehogy elüsse valaki. És láttam, hogy ő is milyen állapotban van, nem tudott magáról, szólítottam, már nem volt kihez. Futottam a nagyobbik fiamhoz, tehát ő messzébb volt, ő se. Györfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt közölte az MTI-vel, hogy két mentőhelikopter és 8 mentőautó érkezett a helyszínre. A balesetben egy 8 éves fiú és egy 9 éves lány súlyos sérüléseket szenvedett, őket egy budapesti és a szegedi kórházba vitték a mentőhelikopterek. Egy 40 éves férfit és egy 16 éves fiút pedig könnyű sérülésekkel szállítottak kórházba. Hiánypótló projektet végez a Magyar Patrióták Közössége a két világháború közötti nemzeti ellenállás tevékenységének és szereplőinek bemutatásával. A témában, akik bátrak és hősök voltak címmel rendeztek tudományos konferenciát ma a Híros Agórában. A központ előtti téren pedig már két napja látható a hozzá kapcsolódó installáció. Akik bátrak és hősök voltak című tudományos konferenciát tartottak ma a Híros Agórában. A rendezvény annak kapcsán jött létre, hogy a két világháború közötti nemzeti ellenállás története az elmúlt 100 évben szamizdat jelzővel szerepelt a magyar történettudományban, ezért a Magyar Patrióták Közössége által felvállalt projekt hiánypótónak mondható. A tanácskozás dr. Salac László országgyűlési képviselő nyitotta meg. Most már kellő idő telt el ahhoz, hogy történelmi távlatból tekintsünk a két világháború közötti történtekre. Abban Magyarországon minden gondolkodó ember egyetért, hogy a rongyos gárda keretében szerveződő felkelők nélkül nem valósulhatott volna meg az, hogy a magyar hivatalos csapatok kivonása után Burgerlandban ne az osztrák hatóságok vegyék át a hatalmat. A konferencia felvezetéseként Hajagos Csaba történész ismertette a Magyar Patrióták Közössége átfogó projektjének hátterét és jelentőségét. Emlékeztetett arra, hogy az első világháború után a legyőzöttség állapotában a társadalmi megsemmisülés minden negatívumát elszenvedte az ország, és a sokak által megjósolt nemzethalál állapota bekövetkezni látszott. Az ország különböző részein már 1919-ben lakossági fegyveres ellenállások alakultak ki, amik az 1920-as trianoni békediktátum hatására tovább fokozódtak, és a bécsi döntések légkörében
az 1930-as évek végén kiújultak. Az 1919 és 1939 között a diktátum ellen fegyverrel is fellépő civil önkéntesek, az úgynevezett rongyosgárda tevékenységének elhallgatása nem folytatható tovább, szögezte le a történész. Működésének megismertetése nemzeti ügy, a magyar identitás megőrzésének és erősítésének kiemelt része, amely tovább erősítheti a magyar összetartozás, összefogás gondolatát, a hazaszeretetet és a hazáért tenni akarás gyakorlatát. A folytatásban további előadások hangoztak el. Dr. Raffai Ernő, a Magyarságkutató Intézet tudományos tanácsadója, Trianon és a Szabadkő művesség témában szólt a közönséghez, de a román megszállók által 1919 tavaszán, nyarán Kelet-Magyarországon elkövetett tömeggyilkosságokról, a délvidék szerb birtokba vételéről, illetve Munkács lakosságáról és a vízkereszti csatáról is tartottak előadást a konferencián. Eltelt az első hét a 2020-2021-es tanévből. Az idei év azonban más, mint az eddigiek. A koronavírus járvány miatt olyan szabályokat kell betartani az iskolákban, amelyek megelőzik a fertőzés behurcolását az intézményekben. Ignác Bence, a Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, a tanárok és a diákok jól vizsgáztak. Szájmaszkban ülnek a diákok a Széchenyi István Technikum 12. A osztályában. Itt nem tudják tartani a másfél méteres távolságot a fiatalok, ezért kell a védőeszköz. Dóka Sándort és társait nem igazán zavarják a szabályozások. Viszonylag könnyen elfogadható és könnyen megvalósíthatók voltak ezek a szabályok, mivel folyosón kell maszkot hordanunk, ugye be kell tartanunk mindenféleképpen a másfél méteres távolságot, és ugye folyamatos fertőtlenítés is kötelező. Erről kaptunk tájékoztatót még mielőtt elkezdődött az iskola is, szóval igazából felkészülten vártuk a kezdést. Ignác Bence szerint a tanárok és a diákok is jól vizsgáztak eddig. A Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta stábunknak, egy kicsi módosításra szükség volt az iskolákban. Jelenleg átdolgozás alatt vannak az intézkedési tervek, pontosan itt az elmúlt napoknak a tapasztalatai fényében. Mi az, amit be tudtunk tartani, mi az, amit nem tudtunk mondjuk az adottságaink alapján tartani. Tehát magyarul a jövő hétre egy megreformált és valóban működőképes szabályozás lesz. Minden egyes iskolában nem generális, hanem mindenki a saját helyi igényeihez alkalmazkodóan. Az iskolákban a kezdeti idegenkedést felváltotta a megértés. A hét második felében mindenkiben tudatosult, hogy csak a szabályok betartásával kerülhető el a fertőzés behurcolása az intézményekbe, csak így kerülhető el az online oktatás. Állítsák helyre a kecskeméti pedagógus képzés önálló kari létét. Ezt szeretné elérni a szövetség, a Híres Városért Egyesület. Király József frakcióvezető helyettes és dr. Tóth Szilárd, a körzet önkormányzati képviselője, ma reggel a Kaszap utcai épület előtt tartott sajtótájékoztatót a témában. A kecskeméti óvónőképzés központja továbbra is Kecskeméten legyen. Ezt szorgalmazta mai sajtótájékoztatóján Király József, a szövetség a Híres Városért Egyesület frakcióvezető helyettese. Az ellenzéki képviselők szeretnék, ha lenne önálló dékán, vagy legalább dékán helyettes Kecskeméten. Tóth Szilárd, a körzet önkormányzati képviselője úgy fogalmazott, hogy a kecskeméti kar elvesztette önállóságát azzal, hogy átkerült Nagykőrösre a kar irányítása. Mint ismert, a Neumann János Egyetem pedagógus képző kara július 31-én a Károli Gáspár Református Egyetem szervezetébe olvadt. Az ellenzéki képviselők elmondták, hogy a fenntartóváltással nincs problémájuk, viszont aggályosnak tartják, hogy az egyetem átalakításának terveit nem ismerhették meg a kecskemétiek, és a város képviselőtestülete sem véleményezhette azt. Király József úgy véli, hogy a felvételizők csökkenő létszáma jelzi, hogy a fiatalok nem akarnak belevenni abba a bizonytalanságba, amely kialakult. Az ellenzéki képviselők arról is beszéltek, hogy tartanak attól, hogy nem lesz pedagógus utánpótlás, és hogy esetleg eljöhet az a pont, amikor úgy gondolja majd a Károli Egyetem, hogy nincs szükség két ugyanolyan profilú főiskolai képzőhelyre 15 kilométeren belül.
Kitértek arra is, hogy a belvárosi kollégium bezárása miatt megszűnik az a lakhatási lehetőség, ami eddig a városközpontba vonzotta a fiatalokat. A szövetség a Híros Városért Egyesület képviselői felszólították Szemereiné Pataki Klaudia polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat azért, hogy önálló kari keretek között folytatódhasson a pedagógus képzés nagymúltú hagyománya Kecskeméten. Az ellenzéki politikusok hangsúlyozták, hogy most, amikor Kecskemét a második virágkorát éli, különösen fontos, hogy sok fiatal éljen itt. Reagált a szövetség a Hírösvárosért Egyesület képviselőinek aggályaira dr. Papp Ferenc, a Károli Gáspár Református Egyetem dékánja. Nincs valós lehetőség arra, hogy a kecskeméti pedagógus képzés önálló kari keretek között folytatódjon, nyilatkozta stábunknak dr. Papp Ferenc, a Károli Gáspár Református Egyetem tanítóképző főiskolai karának dékánja, ma délután az ellenzéki képviselők sajtótájékoztatójára reagálva. Amikor a pedagógus képzőkar kivált a Neumann János Egyetemből és a Károli Egyetem meglévő kari szervezetébe integrálódott, az beolvadásos megszűnést jelentett, fogalmazott. Arra sincs lehetőség, hogy külön dékánja legyen a képzőhelynek, tette hozzá. A magyar jogi, felsőoktatási jogi helyzet, környezet, valamint az akkreditációs szabályok nem teszik azt lehetővé, hogy párhuzamos vagy háromszoros kari struktúrákat működtessünk. Éppen ezért a karnak, mivel ez egy szervezeti egység a Károli Egyetemnek, egy dékánja van, és hát a megfelelő SMS, tehát a Károli Egyetemnek az SMS-e szerint működik. A mi célunk az, hogy a legjobbat hozzuk ki a kecskeméti képzőhelyből. Szeptember 14-én megkezdődhet az oktatás a Károli Gáspár Egyetemen is. Nagy munka van emögött, különösen mivel 8000-es hallgatói létszámú egyetemről van szó. Budapesti, nagykőrösi, kecskeméti és marosvásárhelyi képzőhelyjel. Intézkedéseket tettünk arra nézve, hogy a kari vezetési struktúrát átgondoljuk, és így Kecskemértért is fog felelni egy DK-helyettes, akinek a kinevezése folyamatban van. Azonban, mivel az egyetem az önálló jogi személy, egy budapesti központú egyetemről van szó. Éppen ezért a mi feladatunk az, hogy az egész kari struktúrát működtessük. Az ellenzéki képviselők azon aggodalmára is reagált dr. Papp Ferenc, mely szerint a kecskeméti pedagógus képzés a jövőben megszűnne. A kecskeméti képzési hagyományokat, a Kecskemét református jellegét is tisztelve, nem gondolom azt, hogy a két képzési hely alapvetően kioltja egymást, új utakat kell keresni. Tehát meg kell keresni azt, ami akár 5 évente, 10 évente változik. Hol az egyik szak népszerűbb, hol a másik szak népszerűbb. Mi nekünk a feladatunk és a célunk az, hogy ráadásul nem csak megtartsuk, hanem bővítsük a mesterképzések felé és egyéb szakirányú továbbképzések felé a kecskeméti portfóliót. Arról, hogy a felsőoktatásba idén jóval kevesebben jelentkeztek, dr. Papp Ferenc úgy vélekedik, hogy ez országos probléma, és már csak azért sem tudható be a fenntartó váltásnak, mivel a jelentkezési időszak még azelőtt lezárult, hogy bejelentették volna az összeolvadást. Átadták a Szakács Jenő Bács-Kiskun megyei fizika versenyen elért eredményekért a díjakat ma délelőtt a Neumann János Egyetem GANF karán. A 19. alkalommal megrendezett versenyen a diákok idén is több kategóriában mérhették össze tudásukat. Az eseményen résztvevők egy látványos robotika bemutatót is megtekinthettek. És az előbb betanított mozgás működik. Látványos robotika bemutatót tekinthettek meg a Szakács Jenő Bács-Kiskun megyei fizika verseny díjátadóján résztvevők a Neumann János Egyetem GANF karán. A versenyt 19. alkalommal rendezte meg a Kecskeméti Katona József Gimnázium fizika munkaközössége, az Eötvös Loránd Fizikai Társaság Bács-Kiskun megyei csoportja és a Kecskeméti Tankerület. Régre visszanyúló hagyománya van ennek a versenynek, tehát mi 19 éve szervezzük meg, de a megyében, főleg Szakács Jenő tanár úr segítségével ennek a versenynek régebbi hagyományai is vannak. Mindenféleképpen a fizikai gondolkodásmód, a feladatmegoldás gyakorlása, és elsősorban a versenyekre, a magasabb szintű versenyekre és a felsőoktatási intézménybe való bekerülés segítésére használjuk ezt a versenyt. 5 kategóriában mérték össze tudásukat a fiatalok, a közel 247 versenyzőből 77-en jutottak be a döntőbe. Szabó István, a Katona József Gimnázium intézményvezetője köszöntőjében kitért arra, hogy milyen fontos napjainkban a természettudományok ismerete.
A fizika versenyen a Neumann János Egyetem oktatói is fontos szerepet kapnak, amelynek szintén már több évtizedes hagyománya van. Itt elsősorban a dolgozatok javításában, a verseny felügyeletében működnek közre oktatóink. Elkötelezett oktatókról beszélünk, akik nagyon fontosnak tartják azt, hogy a természettudományos ismeretek közvetítése már a középiskolás korosztályban is megfelelő szinten történjen, és természetesen fontos célunk az is, hogy megszerettessük a fizikát a diákokkal, a természettudományos ismereteket, és meggyőzzük őket arról, hogy a Neumann János Egyetemre érkezni is egy nagyon jó választás. Mi bízunk abban, hogy kedvet kapnak arra ezek a tehetséges fiatalok, hogy itt folytassák nálunk tanulmányaikat. Az eseményen különböző előadásokkal készültek a fiatalok, valamint előadást tartott dr. Németh Béla nyugalmazott egyetemi docens. A produkciók és előadások után a díjátadás következett, melyen idén Ficsor István Dávid részesült a Szakács Jenő díjban, aki már negyedik alkalommal vett részt a versenyen. Nagyszerű élmény, főleg úgy, hogy a fizikatanárom is, ha jól tudom, volt, sőt kapott ilyet, amikor ő volt 12-es. A fizika verseny legfontosabb célja a tehetséggondozás és a hagyományok őrzése, ápolása. Spanyolul tanuló magyar fiatalokat díjaztak péntek délelőtt a mexikói nagyköveti rezidencián. Azok a tanulók részesültek az elismerésben, akik kiemelkedően teljesítettek a spanyol nyelv elsajátításának területén. Dávid Nájera Rivas, Mexikó magyarországi nagykövete, kecskeméti spanyol nyelvet tanulókat is kitüntetett. A kecskeméti Bólyai János Gimnázium spanyol kétannyelvű tagozata három kiemelkedő diákjának spanyol nyelvtanulásba fektetett munkáját díjazta a mexikói nagykövet, ma a mexikói nagyköveti rezidencián. Dávid Nájera, Mexikó magyarországi nagykövete személyes feladatának érzi a spanyol nyelv és kultúra terjesztését, ezért hozta létre a mexikói érem, vagyis a spanyol, mint idegen nyelv tanulásáért járó kiválósági díjat. A díjazásban immáron második éve az EMMI is közreműködik. Az elismerést 11 a spanyol tanításban élen járó magyarországi gimnázium 3-3 legkiemelkedőbb végzős diákja kapta meg. A kecskeméti gimnázium májusban érettségizett diákjai Zsámboki Anna Róza és Pap Dorottya, valamint a jelenleg 12 D-osztályos Csikós Martina kapta ezt a díjat. Dávid Nájera köszöntő beszédében elmondta, hogy a spanyol nyelv tanulásába tett befektetés többszörösen megtérül. A legnagyobb lehetőség a kétannyelvű képzés a diákok számára, hiszen valós élethelyzetekben használva tanulhatják a nyelvet. A díjátadó ceremóniára és az azt követő fogadásra dr. Harnos István intézményvezető és Puentes Blanco Piroska, a spanyol szekció vezetője kísérte el a diákokat. Trianon képes levelező lapokon címmel nyílt meg ma egy a Sebestyén Imre gyűjteményéből összeválogatott kiállítás a Katona József Emlékházban ma délután. A tárlaton közel 200 lap látható, amelyek végigkövetik a békediktátum történéseit. Az eseményt Ádám András, a Honismereti Egyesület elnökségi tagja nyitotta meg Reményik Sándor Új Szövetség című versével. A Katona József Emlékház és a Bács-Kiskun-megyei Honismereti Egyesület közös rendezvényét Székelyné Kőrösi Ilona történész, az egyesület elnöke nyitotta meg, aki elmondta: Sebestyén Imre 370 ezer darabos összeállítása az ország legnagyobb magánkézben lévő gyűjteménye. A történész kiemelte, hogy a Trianon döntés mindenkit érintett valamilyen formában. Ezt a dühöt, fájdalmat és reményt tükrözik a két világháború között kiadott levelezőlapok, amelyek rekord példányszámban jelentek meg abban az időben, tudatosan a történelmi emlékezet és propaganda szolgálatába állítva. A köszöntő után Sebestyén Imre mutatta be gyűjteményét. A Bács-Kiskun-megyei önkormányzat a 2020-2021-es évben összesen 11 helyszínen, 11 alkalommal rendez meg sportversenyeket olyan sportágakban, amelyek nagy hagyománnyal rendelkeznek a megyében.
Az Egészséges Bács-Kiskunért program a megye összes járásába szervez versenyeket, futás, kerékpározás, nordic walking és lovaglás sportágakban. A versenyek tematikáját 5 próba jelleggel valósítják meg, amelynek célja, hogy a lakosok ne csak a saját környezetükhöz közeli eseményeken vegyenek részt, hanem a szomszédos járások rendezvényein is. Szeptemberben először Bácsalmáson, Kiskunhalason és Kaskantyón lesznek versenyek. A programsorozaton belül pontgyűjtő játékot szerveznek. Aki legalább 3 mozgásformában próbára teszi magát és regisztrál a www.bacskiskun.hu honlapon vagy a sportesemények helyszínén, az részt vehet a nyeremény sorsoláson. A fődíj egy 200.000 forint értékű kerékpár. Kosarasaink jelenleg a Szolnok ellen játszanak edzőmeccset. Férfi kézilabdásaink a Liga kupában, míg női kézilabdásaink a Magyar kupában szerepelnek. Azonban a hétvégére is marad sportprogram. Múlt héten hazai pályán aratott 5-0-ás győzelmet a KTE Hufbau férfi labdarúgó csapata. Az NB3 középcsoport 8. fordulójában idegenben játszik a Kecskemét a Szekszárd ellen. Az ellenfélnek eddig 2 győzelme és 5 veresége van a bajnokságban, 6 pontjával a 16. helyen áll, míg a Kecskemét a 4. 15 ponttal. A találkozó szombaton 5:30-kor lesz idegenben. Szeptember 5-én rendezik a Messzi István sportcsarnokban a híres kupa röplabda tornát, a Dunst Ferenc emléktornát, amely az egyik állomása a Hépkárcé felkészülésének. 9:30-kor tartják Dunst Ferenc emléktáblájának koszorúzását, majd 10 órakor elkezdődnek a mérkőzések. Először a Hépkárcé játszik a Kisteszt ellen. 13 órakor a Kisteszt MAFC összecsapásra kerül sor, majd 17 órakor a MAFC Kecskeméti RC találkozót tekinthetik meg. A belépés díjtalan. Szombaton első hazai meccsét játssza a Kecskeméti LC, a megye 1-es bajnokság 3. fordulójában a 2. helyen álló Szabadszállás lesz a mélyeink ellenfele. A Kecskemét egy mérkőzéssel kevesebbet játszva egy vereséggel a 12. helyen áll. A mérkőzés szombaton 5:30-kor kezdődik a Széktói stadion műfüves pályáján. Megye 2-es csapatunk is itthon játszik a hétvégén. Az SC Hírőség legutóbb a Vasutas csapatát verte 5-0-ra, ezzel pedig vezeti az északi csoportos tabellát. A 3. fordulóban az eddig győzelem nélküli Izsákot fogadják. A mérkőzés vasárnap 5:30-kor lesz a Műkertvárosi Sportcentrumban. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Buszmegállóba sodródott egy kisbusz nyársapátnál, a balesetben 2 ember meghalt. A becsapódáskor 8 ember várakozott a helyszínen, csak 2 húzták meg karcolások nélkül. Akik bátrak és hősök voltak címmel rendeztek tudományos konferenciát ma a Híres Agórában. A szakmai rendezvény elsősorban az 1919 és 1939 között a diktátum ellen fegyverrel is fellépő úgynevezett rongyos gárda tevékenységét mutatta be. Jól vizsgáztak a tanárok és a diákok a tanév első hetén a Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatója Ignác Bence szerint. Az iskolákban az intézkedések miatti kezdeti idegenkedést felváltotta a megértés. Átadták a 19. alkalommal megrendezett Szakács Jenő Bács-Kiskun megyei fizika versenydíjait. A díjátadó résztvevői látványos robotika bemutatót tekinthettek meg a Neumann János Egyetem GANF karán. Önök a híres híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban vendégünk lesz Ivkovicsné Béres Tímea, akivel a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. Évkezdéséről és terveiről beszélgetünk majd. Végül bemutatjuk, hogyan válhatunk a Rongyos Gárda 1921-es felkelésének részesévé. Olvassák és nézzék hírportálunkat. A cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 8 óra 30 perckor ismételjük meg.
A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. A Hét című heti hírösszefoglalót szombat és vasárnap 19 óra 30 perckor, illetve hétfőn reggel 7 és 9 órakor láthatják. Kedves nézőink, friss hírekkel, információkkal hétfőn este 7 órakor várjuk Önöket. Én munkatársaim nevében kellemes, pihentető hétvégét kívánok mindannyiuknak, viszontlátásra! Szombaton többnyire gyengén felhős, napos, száraz idő várható. Általában mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Vasárnap általában kevés felhő lesz az égen, elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Éjszaka 11 és 17, nappal 26 és 30 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Hétfőn gyengén felhős lesz az ég, elszórtan fordulhat elő kisebb eső, zápor, zivatar. A szél több felé megerősödik, zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 31 fok között alakul. Öt évvel ezelőtt, 2015. szeptember 4-én hunyt el Gódor József, Matiász János díjas, kertészmérnök, Kecskemét korábbi tanácselnöke. Budapesten született 1934. októberében. Kertészmérnöki diplomát szerzett, azután lakitelek mellett a Szőlészeti Kutató Intézetnél kezdett dolgozni. Később Kecskeméten, előbb a Bács-Kiskun megyei tanács mezőgazdasági osztályát vezette, majd 1974-től 4 éven át a város tanácselnöke volt. Ezt követően nyugdíjazásáig a Városföldi Állami Gazdaság munkáját irányította. Élete utolsó éveiben is aktív közéleti szerepet vállalt, 2007-től 2012-ig a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége elnöke volt. Barátai és tisztelői alázatos, a keresztény egyház megújulására nyitott emberként ismerték. Az ütőgardon a világ egyetlen egy olyan húros hangszere, amin nem dallamot játszanak, hanem csak ritmust. A gyimesi csángóknál számít autentikusnak, 4 húr van rajta, amiből 3-at egy ütővel kell ütni, a 4-et pedig csípni kell. Tradicionális táncos alkalmakkor, esküvőkkor használták ezt a hangszert, és elsősorban hölgyek játszottak rajta. Általában házaspárokat kértek fel muzsikálásra, a férj játszott hegedűn vagy furuján, a feleség pedig az ütőgardonnal kísérte a férjnek a muzsikáját.
Ezt az ütőgardont Györgyice György készítette, az utolsó, még Gyimesben élő ütőgardon készítő. Ő és családja a hidegségben laknak, ami az egész Hargita egyik leghidegebb pontján fekszik. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban vendégünk lesz Ivkovicsné Béres Tímea, akivel a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. Évkezdéséről és terveiről beszélgetünk majd. Végül bemutatjuk, hogyan válhatunk a Rongyosgárda 1921-es felkelésének részesévé. Kérem, tartsanak velünk! A szeptember mindenhol az iskoláról, a tervezésről és a célkitűzésekről szól. Nincsenek ezzel másként a sportolók sem. Az évkezdésről és a tanév terveiről Ivkovicsné Béres Tímeával, a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát igen, ez egy nehéz évkezdés volt, még annál is nehezebb. Lehet-e tervezni, hogyan indult egyáltalán ez a tanév? A tanév jól indult, és ez annak köszönhető, hogy sikerült a karantén és a vészhelyzet ideje alatt is együtt tartani a sportolókat, a kollégákat, hiszen a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft-n belül a Kosárlabda Akadémia és a Kecskeméti Sportiskola divíziója működik, és ebben több mint 1700 gyermek sportol, 120 kollégánk dolgozik, és amikor beütött a vírus általi vészhelyzet, hát akkor ugye azért... március 15 után. Így van. Kicsöngettek, becsöngettek. Igen, és bezártak. Igen. És nagyon megijedtünk, de ugyanilyen erővel össze is fogtunk, és nem engedtük el ennek az 1700 gyermeknek a kezét, ugyanígy a kollégákét sem, és azonnal átálltunk mi is a digitális sportoktatásra. Tehát a gyermekek online kapták az edzésterveket, amit otthon el tudtak végezni, a szakemberek munkacsoportokat alakítottak, amelyen szakmai videófelvételeket hoztak létre, szakmai anyagok készültek összehangolt működésben, és hát amikor meg lehetett, akkor májusban már elindultunk a kültéri edzésekkel, a megfelelő szabályok és intézkedések higiénia bevezetésével. Nagyszerű lehetőség volt erre a szabadidőközpont, illetve az ott tavaly nyáron átadott sportpark, és köszönet is jár a Hírosportnak és a városnak a támogatásért, hogy akkoriban el is indulhatott a sportolás, és ott különböző szabályok, kis létszámú, kontaktus nélküli edzéseket vezettünk be, majd júniusban már a beltérre is bemehettünk ugyanezekkel a szabályokkal, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy siker volt, hogy össze tudtuk fogni ezt a kis sportközösséget, és talán még meg is tudtuk erősíteni, és hát ebből visszatérve a kérdésre lehetett újraindítani a tanévet, úgyhogy mi már augusztus 1-jével elindult a felkészülés. Vannak persze sportágak, akiknek ez a fő szezon, mint az atlétika, tehát ők versenyeznek és hozzák a gyönyörű eredményeket, de a labdajátékokban a felkészülési időszak kezdődött el, és hát nagy reményekkel várjuk, hogy a bajnokságok is folytatódjanak, úgyhogy vannak szabályok, amiket nagyon fontos betartani, de hát a sportolók, ugye, ahogy
a sport is tanít a fegyelemre, ezzel be is tartják, tehát a bejáratnál is testhőmérsékletmérés, fertőtlenítés, zárt körű edzések vannak, amit a szülők is sajnos meg kell, hogy értsenek. Igyekeztünk egyirányosítani az edzésekre járást és a csarnokbani közlekedést, illetve elkülönítjük a csoportokat, úgyhogy igyekszünk megtenni mindent, hogy ugyanígy a sportélet az folytatódhasson, és a bajnokságok elkezdődhessenek. Egyébként mennyire lehetett érzékelni itt az online oktatás következményét, mondjuk a kondícióját a gyerekeknek, amikor májusban újra találkoztak az edzőikkel? Mennyire estek vissza, vagy az elég toppon voltak, és fegyelmezetten végigcsinálták azokat az edzésterveket, amit megkaptak? A nagyoknál azt érzékelni, hogy ez az időszak nagyon jó volt arra, hogy amire általában nincsen idő, pontosan a kondicionális felkészülésre és az egyéni különbségekkel való összpontosításra, vagy azzal felzárkóztatásra, arra most lehetőség nyílt, és akik már ugye idősebbek és komolyan gondolják a sportolást és az élsportra törekednek, nagyon szépen végrehajtották, és fizikálisan fejlődés is látható. Természetesen a kisebbeknél ez nehezebb volt, hiszen ott a szülőkre is nagy szükség volt, de én nagyon köszönöm a szülőknek, a családoknak és tényleg a kollégáknak is, amit kitartottak, és szinte egymást motiválták, hiszen amikor a gyerekeket kellett, akkor a kollégák motiváltak, rajzversenyeket, kihívásversenyeket vezettünk be ebbe a digitális oktatásba, ami versenyben tartotta azért a fiatalokat, hiszen nekik ez szükségük van a sportban, de volt, amikor a kollégák fásultak bele ebbe a munkába, akkor a visszaküldött videók, a végrehajtott feladatok és az a lelkesedés, amit a gyerekek közöltek a kollégák felé, az újra táplálta ezt a munkát, úgyhogy én tényleg nagyon büszke vagyok az egész közösségre, és azt gondolom, hogy fejlődtünk is, és a legfontosabb, hogy senkit nem veszítettünk el. Na most ez a fajta digitális oktatás, ami megvalósult március 15-e után, ezeknek az eredményeit, illetve hát azokat a feladatsorokat, mennyire lehet átemelni majd elképzelhető, hogy újra bekövetkező online oktatásba? Vagy, ha még nem is online oktatás, hanem élő egyenes adásban ugye találkoznak az edzőkkel, meg minden egyéb, hogy beépíteni ezeket a módszereket. Igen, tehát tudunk-e kamatoztatni? Tudunk, biztosan tudunk ebből profitálni, hiszen az edzők nagyon sokat dolgoztak együtt, a korosztályok egymásra épülésében pedig nagyon fontos ez az összhang, ami most a kollégák között is kialakult, és ezeket a szakmai videókat fel lehet használni a további oktatásban, úgyhogy én bízom benne, hogy ebből még nagyon sokat profitálunk, de természetesen remélem, hogy a digitális oktatásra nem kell visszatérnünk. Mennyire lehetett betartani azokat a szigorú szabályokat, amit előirányoztak most szeptembertől? Minden megvalósult, vagy egy kicsit személyre szabva kellett mindezt megcsinálni itt Kecskeméten? Folyamatosan figyelni kell rá, természetesen a kontaktsportok sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint mondjuk az egyéni, például az atlétika vagy az úszás, akinek azért könnyebb ezeket betartani. Ott a labdajátékoknál is inkább a csoportok elkülönítésére kell, és a felület és a kézfertőtlenítésre odafigyelni, de azt gondolom, hogy ezt mindenki komolyan veszi és tartja a szabályokat, ami még nekünk nehézséget okozhat a későbbiekben, hogyha az iskolák indulásával ugye a tornatermek, azok még egyelőre zárva vannak a külső sportok számára, és mivel azért a legtöbb sportágunk a tornatermekben tartja az edzéseit, hogyha ez hosszú távon fönnmarad, az nagyon átgondolandó. Ugyan még kültéren mindig lehet sportolni, de azért az időjárás viszontagságai egyre közelednek, úgyhogy én bízom benne, hogy ez is helyreáll, és nem fog minket akadályozni. Jó, hát beszélgessünk egy kicsit a tervekről. Egyáltalán egy ilyen helyzetben lehet-e tervezni? Eseménynaptár, versenyek, hogyan tovább? Hát valószínűleg napról napra lehet csak tervezni. Ugye nyilván a távlati nevezésekben, bajnokságok elindításában tevékenykedni kell, de folyamatosan figyelni kell az intézkedéseket, úgyhogy napról napra tervezünk. Nehéz volt, hogy a tavalyi bajnokságok, amik ráadásul nagyon eredményesen kezdődtek és zajlottak, nem kerültek lezárásra kerültek, de nem kerültek eredménnyel megkoronázásra. Pedig esélyesek voltunk rá. Igen, nagyon sok bajnoki cím maradt így le, és ez a gyerekeknek nyilván csalódás, de remélem, hogy a
továbbiakban, hiszen azért a sportiskolának és az akadémiának nem csak az a célja, hogy csapat és egyéni eredményeket elérjenek, hanem hogy igazi játékosok szülessenek az élsport számára, igazi sportolók, és ott lesz igazán fontos az eredmény, úgyhogy most van idő a munkára, az edzésre, a képzésre, és én bízom benne, hogy ez így folytatódik, ami nagyon szép eredmény, és talán azzal elbüszkélkedek, ugye nyáron a válogatott edzőtáborok azért megtartásra kerültek a szövetségek által, és a sportiskolából 40 fő, az akadémia kosárlabda sportágából pedig 15 fő kapott ide meghívót, úgyhogy ez egy nagyon jó irány, és remélem, hogy ebben haladunk. És ami még nagyon fontos, hogy a képzésben az a lényeges dolog, hogy a legjobb edzők tanítsák a gyerekeket, és talán idén ebben is előrelépünk, hiszen a röplabdában Karagics Mártyás, a kosárlabdában pedig Ivkoi Sztoján, aki belép az utánpótlás képzésbe, és ez nagy szó. Mint márka nevek? Igen, és mint mesteredzők most már kitüntetetten, úgyhogy mi nagyon bízunk benne, hogy ez egy újabb lökést és újabb fejlődést hoz majd. Hát mit is kívánhatnék ehhez az egészhez, mint hogy jó egészséget, töretlen lelkesedést és sok sikert. Köszönjük szépen! Az elhallgatott történelem feltárásáról szól a Patrióták szeptember 2-án induló Akik bátrak és hősök voltak című köztérű kiállítása, amelynek fókuszában a Rongyos Gárda, az 1921-es nyugat-magyarországi felkelés, illetve a kárpátaljai megmozdulások és a felvidéki határincidensek nemzeti hősei állnak. Az érdeklődők mindezek mellett a hősökkel is fotózkodhatnak. Az installáció szeptember 8-áig tekinthető meg a Hírös Agórával szemben. Gyere és fotózkodj a Sopronért is harcoló hősökkel! Erre hívja fel a figyelmet az Akik bátrak és hősök voltak című köztéri kiállítása a Patriótáknak, mely az elhallgatott történelemről szól. A monumentális installáció fókuszában a Rongyos Gárda, az 1921-es nyugat-magyarországi felkelés, illetve a kárpátaljai megmozdulások és a felvidéki határincidensek nemzeti hősei állnak. Egy ismeretterjesztő honlapot készítettünk, egy kisfilmet és egy mobil applikációt, amely a honlap működésével összefügg. Az ismeretterjesztő honlap valójában egyfajta adatbankként fog működni, amely folyamatos feltöltődéssel, a folyamatos anyag elkészítéssel egyfajta oktatási segédanyagként fog szolgálni a fiatalság számára, a pedagógusok számára. Az installáción eddig nem ismert fotók és vizuális tartalmak segítségével részévé válhatnak azoknak a civil kezdeményezésekből alakult csapatoknak, akikre 1921-ben nem csak Európa, hanem az egész világ felfigyelt. Részeseivé válhatunk annak a nyugat-magyarországi felkelésnek is 1921. októberében, amelyben, ha belátogatunk a kiállításba, és van egy kis kamera, odaállunk elé, beállunk a csoportképbe, le tudjuk magunkat fotózni, és ezt a képet automatikusan elküldi a rendszer az e-mail fiókunkba. Így gyakorlatilag részévé válunk ezeknek a nemzeti ősöknek, ezeknek a csapatoknak, akiknek mondjuk Sopront is köszönhetjük. A szabadtéri kiállításon a Rongyos Gárda jeles és alapító tagjai is láthatók. Baracsi László 97 évvel ezelőtt esett el Ágfalván. A kecskeméti születésű és illetőségű felkelő volt a nyugat-magyarországi felkelés első hősi halottja. A névtelen hős szimbólumává vált a nyugat-magyarországi harcoknak. De említhetném Gál Tibor urat, akinek tudjuk kecskeméti vonatkozását, és nem is gondoltuk volna, hogy a Reformátusok sportcsarnokának éppen egy ilyen emberről kapja a nevét, aki Hódmezővásárhelyen születik, és tulajdonképpen vívóként, testnevelő tanárként is elismert, és bizony ez az ember ott van a Munkácsi csatában, és a szicsgárdistákkal szemben megvédi Munkács városát. Fontos kiemelni a korabeli hősök és egész települések ellenállásának tanúságtételét, ezzel is erősítve napjainkban a magyar összetartozás gondolatát, valamint a cselekvő hazaszeretetet és a hazáért tenni akarás gyakorlatát. A Greenbox és a vizuális tartalom bemutatás eszközeit alkalmazó monumentális installáció három helyszínen, Kecskeméten, Budapesten és Sopronban lesz látható szeptember 2 és 24-e között. Kecskeméten szeptember 8-áig tekinthetik meg a Hírös Agórával szemben lévő területen. A
A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Buszmegállóba sodródott egy kis busz nyársapátnál, a balesetben két ember meghalt. A becsapódáskor 8 ember várakozott a helyszínen, csak 2 húzták meg karcolások nélkül. Akik bátrak és hősök voltak címmel rendeztek tudományos konferenciát ma a Híres Agórában. A szakmai rendezvény elsősorban az 1919 és 1939 között a diktátum ellen fegyverrel is fellépő, úgynevezett rongyos gárda tevékenységét mutatta be. Jól vizsgáztak a tanárok és a diákok a tanév első hetén a Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatója Ignác Bence szerint. Az iskolákban az intézkedések miatti kezdeti idegenkedést felváltotta a megértés. Átadták a 19. alkalommal megrendezett Szakács Jenő Bács-Kiskun megyei fizika versenydíjait. A díjátadó résztvevői látványos robotika bemutatót tekinthettek meg a Neumann János Egyetem GANF karán. Trianon képes levelező lapokon címmel nyílt kiállítás a Katona József Emlékházban. A két világháború között kiadott levelező lapok a trianoni döntés miatti dühöt, fájdalmat és reményt tükrözik. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb hétfőn este várjuk Önöket, este 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak, hétfőn tegyék ezt újra, mi várjuk majd Önöket, viszontlátásra!